Afrikai táncsó, oroszlánetetés, fotókiállítás és kézműves bazár várta a miskolci állatkert látogatóit a Száhel napon. A programok igazi ízelítőt adtak az afrikai hangulatból, emellett felhívták a figyelmet a klímaváltozás fontos kérdéseire is. Az aszály és az elsivatagosodás elleni küzdelem világnapja alkalmából szerveztek Száhel napot a miskolci állatkertben. Az új bemutató épületet csak nem egy hónapja adták át, amely a Száhel övezet világába enged betekintést. A programon afrikai kézműves bazár és kiállítás is várta az érdeklődőket. Lényegében ez az Afrika tematikus kiállítás, Madagaszkárt mutatja be. Madagaszkáron gyűrűsfarki lemúrokról és másokról is hoztunk fotográfiákat. Ami élőben az állatkertben is megtekinthető. A fotókiállítás olyan pozitív mozzanatokat mutatott meg egy-egy képen, ami jellemző Afrikára. Így segített megismertetni mindenkit az ottani kultúrával. De ezen kívül más látványos programmal is készült az állatkert. Nyugat-afrikai táncösszeállítást láthattak az ide érkezők Abdul Kamara szenegáli táncművésztől, amit fergeteges pörgődobszóval kísértek. Eljárta nekünk a szenegáli csárdást, ahogy mi szoktuk mondani, az a nemzeti táncot, a balakhot, egy wolof szó jelentése a ritmus, illetőleg a második felvonásban, amikor akrobatizált, a kalábásra az úgynevezett tökély edényen, illetve az édesapja, felmenője, hagyományaira építkező guineai pölkultúrából ezt az akrobatikus, óriás, tökedényes táncot járta el nekünk. A Száhel nap 11 órakor kezdődött az oroszlánok etetésével, majd a tánc és dobsó következett, amit a délutáni órákban is megismételtek azok számára, akik lemaradtak róla. Nagyon nagy volt az érdeklődés, szerencsére a délelőtt folyamán rengetegen eljöttek, és tényleg részt is vettek a programon, úgyhogy bízunk benne, hogy ha legközelebb szervezünk ilyet, szintén ilyen nagy érdeklődés lesz. Az oroszlányaink, ők már nem voltak annyira bátrak, ugye már az új kifutójukat megszokták, de még ez volt az első ilyen nagy közönség előtt történő etetésük, ők még egy picit bátortalanok voltunk, de bízunk benne, hogy legközelebb már ők is szívesebben előjönnek majd. Az állatkert a jövőben is szeretne majd hasonló programokat szervezni a látogatók számára.